just start. Jó estét kívánok, ez itt a kezdőkör, a Fehérvár Televízió sportos, nevezzük így, kibeszélő magazin műsora. Hát fehérvári témából most már sajnos egyre kevesebb van, de azért megpróbáljuk megtölteni tartalmasan ezt a következő 45 percet is vendégeimmel, akiket ezúttal is bemutatok természetesen. Most hozzám legközelebb kezdjük. Németh Zoltán, a No Name Media Kft. Ügyvezetője és a Médiacentrum külsős munkatársa. Minden. Először a műsorban Kádor András, a Fejér megyei Hírlap újságírója és a Nemzeti Sport tudósítója. És most nem mondhatom, hogy állandó vendégünk és műsorvezetőnk is. Somos Zoltán, a Fehérvár Televízió egykori sportszerkesztőségének egykori vezetője, jelenlegi főszerkesztő helyettese. Akkor mindig úgy érzem, hogy a nekrológon. Egykori sportszerkesztőségről, akkor azért említsük, hogy az Olika is tagja. Zolival igen. Hárman alakultunk. Sok költözéssel. Az volt sok valóban. Jó, hát van még fehérvári témánk, de itt az adás előtt ugye beszélgettünk már, és hát én mindig sajnálom, hogy az nem kerül adásba egyébként, amikor tényleg? Adás előtt. Miről beszélgettetek, mert én úgy estem be. Arról, hogy mennyit késik az Oli. Igen, az lehet ez, hogy téma, igen. Így van. Hát Walter Attiláról egy picit azért azt gondolom, hogy meg kell emlékezni. Ami, én úgy apostrofálom ezt a rózsaszín trikós történetet. Giro d'Italián ugye viselhette a rózsaszín trikót, hogy azért a magyar sporttörténelem egyik legkomolyabb tette abban a tekintetben, hogyha a sokak által nem kedvelt, de általam igencsak favorizált relativizálást nézzük, hogy mely sportágak azok, amelyeket mondjuk a világon tényleg mindenhol követnek, vagy nagyon sok országban követnek, vagy csak mi csináljuk, ugye vannak ilyen sportágok is, de hogy ebben azért Walter Attila tényleg nagyon komolyat tett, és hát mi most is szurkolunk neki, hiszen ugye most adásunkra egy időben megy a szakasz, de hogy ugye az ötödik helyen állt még hétfő este is. Ti hogy értétek meg ezt? Azért nekem Zoli küldte az üzenetet azonnal, én pont éppen nem tudom, mit csináltam, hogy átvette a rózsaszín trikót. Tudunk olyan kollégát, aki meg is könnyezteti, hogy éltétek meg? Én pont akartam, hogy nem tudom, miért nem képvágónak hívtatok meg, és akkor Bauer Tibi beült volna ide a helyemre, én vágtam volna képet nektek. Nagyon szívesen, mert Tibi el tudna itt beszélni. Tibi találkozott is velük sokat. Egyébként, igen? Vele meg Dina Marcival, az előbb elmesélte, hogy amikor csinált egy komolyabb szökést a három évvel... A Tibi. dobogókő előtt, akkor nem tartott ki a dobogókő tábláig az előny, és a Dina Marci meg a Walter Atti elbiciklisztek mellette, és hogy egyébként végtelenül normálisan és sportszerűen oda szóltak a Tibinek, hogy gyerünk öreg, hajrá. És aztán kértek neki egy sört fönt. Na de hogy azért tényleg ne vicceljük el, mert szerintem ez egy óriási dolog ami történt, és ezzel jött, ami történik is, mert nem szabad kudarcként megélni, hogy már nem ő viseli a rózsaszín trikót. És talán egyébként én picit úgy érzem, hogy először így a magyar sport történetében nem is nincs egy kis ilyen felhangú, hogy nem olvassa az ember. Nem, már nincs is rajta a rózsaszín trikó. Nem, vele kapcsolatban én sem. Abszolút nem is találkoztam vele. És egyébként nem kedvelem azt, amit te mondta, ezt a relativitásos dolgot, mert hogyha a világon két országban vízilabdáznak, de mondjuk az a két nemzeti válogatott játszik egy penge, ötcsillagos meccset, akkor teljesen mindegy, hogy hányan vízilabdáznak. Nekem azért lényeg, hogy egy jó meccset lássak. Ebben viszont most abszolút most tudok... Erről majd beszélünk később. Jó, ebben abszolút tudok viszont hasonlulni azzal, amit mondtál. Egyrészt, hogy valóban nem lehet semmi negatív felhangot hallani, másrészt viszont valóban tényleg egy óriási sportsiker. Tehát ezt szerintem nagyon kevesen vártak, inkább így mondom. Én abba gondoltam vele, hogy ezelőtt egy olyan 20-25 évvel, amikor elkezdte az egyik televíziós csatorna adni a nagy versenyeket, akkor magyar résztvevője nem nagyon volt ezeknek a versenyeknek. Senkiről nem tudtunk, hogy jeltábort lett volna, és most azért megemeljük a kalapunkat Walter Attila előtt. De még a kisebb versenyeken sem. Ami a kisebbeken sem nagyon. Bizony. Hát maximál tájakban gyönyörködhettünk. Abban lehetett mondjuk. Meg volt egy-két név, akit tudtuk kicsodák végül is.
Hát ugye Bodrogi László volt annak Bodrogi idején, de ugye ő is a mi kutyánk kölyke, gyakorlatilag ő is a francia kerékpársport terméke, magyar zászlóval a neve mellett. Hát meg nyilván a kerékpársportnak az elmúlt mondjuk hát 30-60 éve, az mindenképpen megérne egy külön műsort is, mert azért komoly hányattatáson ment át különböző marakodásokon keresztül. Szerintem ti is emlékeztek, amikor azzal volt tele az országos sport sajtó, hogy Bognár úr ugye, verő emberekkel érkezett a... Most nem tudom, hogy előtte vagy utána lett lelakatolva a Magyar Kerékpáros Szövetségnek a székháza. Tehát ezért volt a komoly balhék, most meg ott vagyunk, hogy a Giro d'Italián van egy menőnk. Meg hát azt, hogy egyébként is überelte már a sportlövészet, meg a tenisz, tehát ezeket a szövetségi problémákat, tehát vannak itt új bejelentkezők az első helyre, de át is adnám a szót Zoltánnak. Ja, köszönöm szépen. Itt kerékpár szakértő. Nekem is az volt rögtön az első reakció, amit te is mondta egyébként Zoli, és hogy akár ebben az adásban az adás végéig vitatkozhatnánk, mert én aztán jól ismerem Kajzinak ezt a elitista felfogását, hogy az a siker számít, amit világszerte mindenki megünnepel. Azért relativizálásom nem ezt jelenti. Nem akarom ezt sarkítani. És tény az is, hogy én, aki inkább szintén ahhoz állok közel, amit te is mondtál, hogy nem értem, mitől kisebb az a siker, amiért ugyanúgy egy 3 évtizeden át meggebbed valaki edzéseken, csak éppen kajakkenúnak hívják a sportágat. Attól, hogy mondjuk nem 20 ország, hanem csak 15 vagy 10 érintett benne. De mindegy is, most ezt nyilván nem fogjuk itt... Már írom is fel a kajakkenut. Kitárgyalni. Én küldtem valóban, egyébként én is szinte csak véletlenszerűen futottam be ilyen állandó telefonbizergálóként, meg Facebook használóként a hírbe. Valaki úgy tette föl a hírt egyébként, hogy abból csak kikövetkeztetni lehetett, hogy mi történt, és akkor gyorsan megnéztem a sportoldalakon, és annyira friss volt, hogy még a nagy magyar sportoldal sem hozta, de valahol meg lehetett találni, hogy valóban ez a csoda történt, hogy magyar rózsaszín trikós van a Giron, és akkor küldtem Kajzinak pont azért, mert tudtam, hogy ha valaki az én környezetemben, a nő ezt értékelni fogja, és tudni fogja, hogy miről van szó. És egyébként tényleg én vagyok rá a legjobb példa, aki egyrészt nem vagyok kerékpársport fogyasztó, másrészt nem vagyok ennek a relativizálásnak a híve, de én magam is azonnal elkezdtem olvasgatni, azonnal elkezdtem tájékozódni, hogy ez milyen óriási nagy dolog, és hát tényleg nagyon büszkén küldözgettem a híreket, meg olvasgattam, hogy na hát a hazánk fia az ide felért. Tehát ennek van egy ilyen lélektani spirálja, hogy az ember tényleg elkapja ez a fajta lelkesedés, ugyanúgy, ahogy egyébként nem tudom engem egy birkózó világbajnokság is elkap, ha a magyar srác döntőzik, csak hát az egy kicsit sűrűbben fordul elő, mint az, hogy a Giro d'Italia legyen magyar menő. Hogy ez aztán minek a sikere valójában, az tényleg egy nagyon nehéz kérdés szerintem. Szerintem elsősorban nyilván Walter Attilái. Igen, de úgy értem, hogy beszélhetünk arról, hogy a kerékpár sport Magyarországon most ilyen űrkorszakba lépett, mert pont Tibi, akivel itt poénkodunk, ugye a kollégánk, aki jelenleg az adás kiadóba vezéli az adást, és nagy amatőr szinten rettenetesen lelkes, több száz kilométereket teljesítő kerékpáros, ő elmondta, hogy hát Walter Attilát az édesapja a kezdetektől milyen módon építette fel, menedzselte, stb. Tehát még mindig van biztos egy olyan háttér benne, ami azért nem egy általános háttere a magyar kerékpársportnak, hanem egy speciális történet. De azért ne felejtjük, hogy ott van a másik magyar srác, Dina Marci, tehát azért az, hogy két magyar teker magyar háttérrel, még ha nem is magyar csapatban, mert azért ott még nem tartunk a Giro d'Italián, ez nyilván azt mutatja, hogy valóban van egy komoly felfutás. És hát ez tényleg jó megtapasztalni. Nagyon olyan sportág ez is, és Fucsovics Marci tudnám párhuzamosan példaként hozni, aki szintén egy ilyen világszerte, még a kerékpárnál is szerintem magasabban jegyzett és követett. Tessék, relativizálsz. Hát most ha ez, na, a, ugye? Ez a szemlélet, hogy ő is felért a csúcsra tulajdonképpen, ahonnan Magyarországon eddig még szinte senki, vagy nagyon kevesen, de ettől még nem gondolom, hogy a magyar tenisz innentől kezdve úgy fogja termelni a tehetségeket, ahogy mondjuk a csehszlovák termelte már a szocializmusban. Viszont az vitathatatlan, hogy valami van, és talán innentől kezdve majd reménykedhetünk benne, hogy ha valakinek az a fontos, és csak azt látja, és akkor érzi erősnek a magyar sportot, ha ilyen sportágban van siker, akkor majd most mindenkinek az igénye ki lesz elégítve. Mert most már nem csak kajakkenuban vagyunk jók. Inkább meg az volt szerintem érdekes, hogy tényleg olyan embereknek a közösségi oldalán találkozhattál tényleg rózsaszín trikóval, Walter Attilával, Giro d'Italiával az elmúlt napokban, akikről... Tehát téged ez nem zavar?
Na most őszintén, tehát nekem ez a relativizálással ez az egyik bajom. Hogy hirtelen a menő ügyvéd, a celebritás, az a mit tudom én, milliómos feleség, aki eddig a bicikliről azt hitte, hogy egy virág, vagy bárki hirtelen rózsaszín trikós büszkeség lesz. Én nem gondolom, hogy nekem bármi szerepem lenne ebbe, és nem is fogok kitenni ilyen posztot, miközben sportrajongóként egyébként nyilván jobban képbe vagyok. De tudod, a nagy sportágak egyik ismérve, hogy megjelennek a divatszurkolók. És az nagyon jó egyébként. Pont ezt akartam mondani, mert egy birkózó siker kapcsán nem látod ezeket. Micsoda, tudod, hogy olyan birkózó ruhás ember rohangál az utcán? Hát nézd már ki. Nem járok utcára. Mostantól menjél vagy. De egyébként ez így van, tehát megjelennek egyrészt a divatszurkolók, meg nagyon jó volt, amit az Oli mondott, azt fűztem én tovább, ugye, hogy nem magyar csapatban, de viszont az a jó ebbe, a sikerbe szerintem, hogy megindíthatja azért a sportágat fölfele, tehát tud egy olyan katalizátorra lenni ennek a felfutásnak, hogy van hova felfutni, tehát hogy úgy van jövőgép, nem az van, hogy elértük, amit lehet, és most nem mondok más sportágat, mert nem akarok senkit megbántani, de nagyjából tudjuk, hogy eljutottunk, ameddig lehet. Feljebb akkor sem mész, ha megőrülsz, tehát nem tudsz egyszerűen feljebb jutni, vagy azért, mert kicsi a merítés, vagy azért, mert zárosabbak az anyagi lehetőségek, teljesen mindegy, mi az oka. De azért itt ez még mindig egy nagyon, és nem megbántva a kerékpárt sem, de még mindig nem nincs azon a szinten, amin majd lehet meglovagolva ezt a sikert is. Hát ez elhajtó erő, ez minden sportnak is, amit az Oli mondanak, ez a lényege, és tudjuk, hogy eddig ez valóban azokban a sportágban volt jelentős, amiket mi magyar sikersportként könyvelünk el. És mindig elmondták, az én kisfiam is, aki most már nagyfiú, annak idején elkezdett kajakozni, mikor volt egy magyarországi kajakkenu világbajnokság, amivel tele volt az ország, láttuk a magyar kedvenceket, hősöket, na akkor menjünk kajakozni. Én ebben látom nyilván egy óriási jelentőségét annak, hogy magyar kerékpáros van a világ legmagasabb színvonalú versenyeinek egyikén, ráadásul vezető pozícióban, mert hogyha most tényleg ennek hatására maga a kerékpározás, még ha nem is az a szintű, népszerűbb lesz és jobban bekerül, hát én azt, mint egyébként hobbi kerékpáros, rettenetesen tudnám díjazni, mert ez a világ egyik legjobb mozgásformája amúgy. Hát egyébként pedig nagyon érdekes szerintem akár a kerékpársport helyzete, vagy akár egyébként az atlétikának a helyzete, párhuzamba állítva mondjuk a triatlon helyzetével. Ezek mind alapvetően nagyon-nagyon népszerű mozgásformák. Most zárjelben, hogy például aki elmegy egy tömegfutó versenyre, abban nem tudatosul, és ez mondjuk a Magyar Atlétikai Szövetségnek egy felelőssége alapvetően, főleg, hogy lesz az atlétikai világbajnokság, tehát abban nem tudatosul, hogy ő most éppen atletizál. Tehát, hogy ilyen szinten a Magyar Atlétikai Szövetség nem használja ki egyébként szerintem megfelelően a tömegsportban rejlő erőt. A kerékpársport szintén baromi népszerű, hiszen hogyha csak elmegyünk a Velencei tóra, akkor láthatjuk hétvégén, hogy mennyien kerékpároznak. Ezt is ki lehetne aknázni, akár Walter Attilának a segítségével és a sikerével is. Itt jön párhuzamba szerintem a triatlon, amelyik viszont baromi jó kihasználta, vagy kiaknázta, most egy kis visszaesés talán van benne, a sportágnak azt az erejét, és ott mindenki akar, és vannak versenyek amatőröknek, és tényleg próbálják kiszolgálni maximálisan az amatőr sportot, és ugye Walter Attila sikerének is akkor van valahol értelme, amellett, hogy óriási eredmény, hogyha mögötte jön az utánpótlás, a tömeg, több bicikli lesz, többen bicikliznek, egészségesebb lesz, és ez a felelőssége szerintem egy ilyen siker mellett többek között egy szövetségnek, hogy ezt megfelelően kiaknázza. És több rózsaszín trikót fognak eladni. Az biztos. Igen, az üzleti része is nyilván, tehát óriási lehetőségeket rejt magában, mint hogy az egész kerékpársport és a sport általában, és egyébként abban tök igazad van, hogy az nem, hogy mondjam, érdemtelen kihasználása vagy rácsimpaszkodás egy ilyen sikerre, hogyha valaki ezt akár marketing szempontból, akár a tömegesítés szempontjából felhasználja. És én remélem, hogy lesznek olyan okosak a magyar kerékpársport vezetői, hogy például a Walter Attilával, vagy a Dina Marcival, vagy más majd hasonló szintre igyekvő versenyzőkkel azt népszerűsítik, amiben ők a legjobbak, mert mondjuk egy olyan tök mindegy tókerülés, országúti túra, aminek az élére áll Walter Attila, és mögötte 300 gyerek boldog, hogy ott teker előtte egy Giro d'Italia menő, az szerintem egy felbecsülhetetlen dolog. Most nem tudom, hogy ez jó példa-e, meg még tudom, hogy nem is hivatalos, majd mondod, hogy ne beszéljek még róla. Ne beszéljél még róla.
hogy amikor rendezek egy nagy tömegfutást, és egyébként most ez pont az atlétikai szövetségre lehet, hogy egy pozitív dolog lesz, akkor azzal lehet együtt rendezni annak a távnak mondjuk egy bajnokságát, és nyilván aki a félmaraton bajnokságon rohan az élen, és győz, az kilométerekkel lesz az amatőr futó mögött, de mégis elmondhatja magáról az amatőr futó, hogy ő együtt futott a legjobb magyar atlétákkal. Tehát ezeket azért nem egy nagy vasszizdasz összehozni. És hát minden lehet, hogy föl kellene egyébként építeni ezeket a legjobb magyar atlétákat is. Ehhez nyilván kellenek ők is, olyan eredményeik legyenek. De akkor váltsunk hazai vizekre, és kevésbé vidám vizekre, ugye Andris már húzza össze a szemöldökét. Hát kézilabdáról fogunk beszélgetni, ugye a négy nagy csapat közül ugye már csak a kézilabdázók állnak harcban, és az a helyzet, hogy valóban harcban állnak, mert még a kiesés réme még mindig fenyeget bennünket. Hát azért az. Nyilván, persze. Jó, hát ugye az a helyzet, hogy taktikusan a hétvégén az egyik ellenlábost kiejtettük, ugye a Békés Csaba már biztosan búcsúzik az első osztálytól. Ők sem örültek ennek a vasárnapi Balaton-Boglár elleni vereségnek, viszont ugye ez azt jelenti, hogy a Boglár jött a nyakunkra a két pontot, és ugye ott van még a Szombathely, amelynek viszonylag könnyebb a sorsolása, és az utolsó fordulóban pedig pont bennünket fogadnak. És akár még az is előfordulhat, ugye, hogy azonos pontszámmal zár a két együttes, és egymás elleni eredmény számít. Ebben 13-mal jobbak vagyunk. De az a helyzet, hogy ha eljutunk arra a pontra, hogy ez bekövetkezik, akkor ez egy olyan mérkőzés lesz, ahol amielőtt nyilván Szombathelyen vért fognak inni, hogy legyőzzenek minket 14-el, vagy úgy 13-mal, hogy mindent dobjunk 21-nél több gólt. Tehát, hogy... Most őszintén el tudod képzelni, én nem látom annyira ezt a bajnokságot, hogy az a csapat, amelyiket 13 góllal megvertük, az egy másik meccsen megver minket 14-jel, tehát hogy ez két tök egyforma csapat, csak majd véletlenül úgy jött ki az erőviszony, vagy ennyi gyengült a Fehérvár, ugye nem először beszélünk. Nagyon. A Debrecentől sikerült úgy kapnunk, hogy nyertünk Debrecenbe. A 3 vagy 4 gól, ha jól emlékszem. De az 3 volt, azt tudtuk, hogy az... De a 13 is egy olyan volt. 13 is, igen, az a baj, nagyon hektikus, és én azt látom, hogy egyik, ez a koronavírus a sztori, és ezt én abszolút a szövetség hibájának látom egyébként. Ez a koronavírusos, járványos időszakban lezajlott bajnokságokból a legjobban a kézilabdát befolyásolja. Ugyanis túl nagy mozgásteret hagy a kluboknak, és a klubok maximálisan vissza is élnek ezzel. Nagyon sok az ősszel nagyon-nagyon vissza. Nagyon sokan. Tehát, hogy nevezzük nevén a gyereket, nem mondok klubot, de hogyha egyetlen egy húzva embere kidőlt valakinek, akkor megtehette azt, hogy villámgyorsan bevágta az egész keretet karanténba, lemondta a meccset, csak azért, hogy majd 3 héttel később az egy húzva ember játszani tudja. Sőt, hogyha jól emlékszem, akkor javíts ki, hogy pont a Boglári Akadémia volt, nem akartam mondani. Minket még megvert, és másnap reggel kiderült, hogy 3 húzva embere koronás. Igen. Tehát, hogy ez ebbe igaza van az Olinak, tehát ez nyilván az inkorrektség azért jelen volt, és meg volt hagyva a kluboknak ez a lehetőség. Hát ugye tudunk olyanról is, vagy hallottunk az Zuhanyhíradóban olyanról, akinek meg a új játékosa érkezett 2 hét karanténba, ugye nyilván lennie kellett, meg külföldről jött a játékos, és hát akkor pont a csapat is karanténban. Pontosan. Tehát azért, igen, tehát hogy itt tényleg nagyon érdekes dolgok voltak, ezzel együtt azért ez oké, amit mondasz, de... Ezt nem is arra mondtam, a másik az, hogy egyértelmű, és szerintem azért Andrissal nagyon sokat töltünk mi ott a kézilabda csarnokba, de hát abszolút hullámzó volt a játékunk, tehát most valahogy sok minden is összejött, meg nagyon így megy föl le. Most ez a legutóbbi 2 meccsen abszolút éreztem, hogy azért egy húzó ember kiesett a fent a lesára, és ez nem csak a gólja hiányoznak, hanem valahogy a csapat is megsínlett, én úgy vettem észre. Teljes mértékben, meg egyáltalában én úgy látom, hogy lehet, hogy rossz, de az erőnlétben látok én komoly gondokat erőnlétileg. Tehát az első fél idő az még csak-csak elmegy, de a második fél idő már esik vissza a mutató, és most az utóbbi 2 meccsen meg, most független attól, hogy a sára nem játszott, voltak erőnléti gondok. Nem értek vissza. Hát ez is, hogyha lehet hallani, vagy lehet hinni a hangoknak, azért itt most már
a szezon vége felé már nincs olyan játékos a keretben, akinek ne lenne valami, ami mindenkinek ami, itt ami fáj, az biztos. Hát, hogy azért így... Hát ugye csak a hajrában elvesztett pontokat számolod össze, akkor ugye mondhatjuk az MTK-t, amely ugye 4 másodperccel a vége előtt dobta be a győztes gólt itt Fehérváron. Ugye a hajrában húzott el úgy egy kiki meccsen, egy egál közeli meccsen az Érd, amikor itt nyert a végén nagyon magabiztosan. Kisvárda ellen percekkel a vége előtt még itt volt az előny, 2-vel vereség letett. Itt súlyos pontokban mérhető, azt mondom, hogy 6-7 pontban mérhető, nem annyiban nem, 5-6 pontban mérhető az, ami még elment az utolsó 10 percekben. És egyébként nagyon érdekes, mert ugye megnézik a tabellát, óriási a szakadék ott középen, a csapatok között. Igen. Tehát megvan... Hát, három része ugye, szakadt tudjuk, a bajnokság. Hogy az lehetett tudni, hogy Ferencváros Győr megy a bajnoki címért, ez így is lehet, jelen pillanatban a Ferencváros áll jobban az egymásságnak köszönhetően. Mögöttük ugye kialakult a Siófok meggyengülésével egy olyan üldöző boly, akik ugye nem üldözik konkrétan, mert igazából azt tudni lehetett, hogy az első két helyet nem. Mint Bauer Tibi, de aki dobogunk, Walter Attila. Akkor azt mondja, hogy kisebb csoport üldözi a bronzérmet a bajnokságban, ugye ott is azokon, akiket vártál, Siófok, MTK, Vác és egy meglepetés csapat, a szezon meglepetés csapata a Moson-Magyaróvár. És mögöttük meg van egy olyan, illetve a Debrecen is még őket kifelejtettem, bocsánat. És mögöttük van egy olyan 8-10 pontos különbség, hogy ott egy-két ponton belül van az Érd, az Alba, a Várda, Dunaújváros. Dunaújváros. És hogyha csak a hajrából, ezekből az 5-6 pontból megszerzel 3-at, akkor körülbelül 7.-8. helyen vagyok, meg mindenki azt mondta volna, hogy ez egy nagyon korrekt szereplés ebben a szezonban. Szóval olyan felemás ez a szezon. Így is, lehet így is értékelni, lehet úgy is értékelni, és a csapat is játszik így is, meg játszik úgy is. Ti tényleg nagyon sok mérkőzést láttatok, és ugye Józsa Krisztián első NB1-es szezonja ez, ami nyilván neki sem könnyű, meg nem egy ideális történet egy mínusz 10 után beleugrani, meg hát nyilván minden idők leghosszabb mérkőzés nélküli vezetőedzője volt itt Székesfehérváron, ugye 3 hónap eltelt a kinevezése és a bemutatkozása között. 3 meccset csináltunk meg beharangozó videót a klub közösségi felületeire, és mind a 3-at elhalasztották. Tehát, hát én negyedszer mondtam, hanem Krisztiának fussolj ki negyedszerre, és talán már meccsesz is a végén majd. Hát én emlékszem, már fölkészültem a meccsre, amikor ebédeltem és hívtál, hogy akkor Békés Csaba pont mondta le. De hogy kívülről ti hogy látjátok, ugye a hazai meccsek egy jó részén én is kín vagyok, hogy néha bizonyos szituációban én azt várnám el Krisztiántól, vagy bármelyik vezetőedzőtől, hogy úgy a kispadot úgy bedobja a pályára. Pontosan. És hogy Krisztián, én azt gondolom, hogy egy jó szakember, egy nagyon nehéz helyzetben vette át a csapatot, és tényleg ez egy nagyon fiatal, picit talán féloldalas együttes is. Tehát azért vannak benne, én azt gondolom, hogy hiba faktorok, de hogy ez az egy, amit én nagyon hiányolok tőle, hogy ez a Sir Alex Ferguson-i hajszárító effektus néha beinduljon, mert hogy igenis néha azzal át lehet billenteni egy csapatot a holdponton. Én időkérésnél sem látom azt a tüzet. Főleg te ott tűz az időkérés fölött folyamatosan. Fölött ülök, hogyha látom, de nincs az a tűz. Elmondja ő magáét, abban nincsen gond, csak kérdés, hogy milyen. De az egy érdekes kérdés, hogy deliritánál ez meg volt? Vagy tőle, mint női edzőtől ezt nem is várjuk el? Mert nála azért olykor volt. Nála azért, igen. Krisztiánnak szerintem még a pedagógiát kell tanulni. Tehát egy nagyon jó edző, nyilván minden edző haláláig képzi magát, vagy a pályafutása végéig. De ugye nagyon fiatal szakember Krisztián, és én nagyon kedvelem egyébként, és nagyon tehetségesnek is tartom. Igen, talán ezt a pici, finom húrokon való játékot kell még megtanulni, hogy mikor van az, amikor egy kicsit lejjebb engedhetem a hangom, mert mondjuk simben van a csapat, de mi van akkor, amikor ezt kell csinálnom? Ez meg majd úgy szépen kialakul szerintem. Egy kicsit én úgy látom, de sokkal kevesebb meccset látva, csak így az elmúlt több szezon átlagát, hogy ez a csapat lehet, hogy azért van most nehéz helyzetben, mert túlzottan megszoktuk, hogy tulajdonképpen sem túlzottan nagy elvárások, sem túlzott nagy félelmek nincsenek. Erről a csapatról mindig lehetett tudni, hogy nem fog dobogóért küzdeni. Állóvíz. Nem feltétlenül az állóvíz, mert erről egyébként egy hete, amikor Balázs Imre itt volt, beszéltük, hogy a Tomi hozta fel a jól emlékszem, hogy Magyarországon könnyű belekényelmesedni a jóba, de nem csak Fehérváron, mert azért most tényleg hagyjuk azt, hogy mennyit lehet keresni, meg milyen szerződéseket lehet kötni, de hogy az a fajta biztonság, meg volt mindig, hogy ha vesztesz is 3 meccset, majd nyersz másik 3-at, és akkor már 8. nem vagy, nem leszel 3. se, stb.
És hát azért lélektanilag egy olyan szituáció, amikor viszont ott vagy egy szezon végén, és azt mondod, na most aztán teleagatja. Mert most nincs mese. Itt nem kaphatsz ki 14-gyel, itt nem kaphatsz ki második fél időben, és nem tudom képes lesz-e, és az edzőváltás is így kell valahogy értékelni, egy edzőváltás bármilyen sportágban mindig egy trauma egy csapat életében. És szerintem 50-50 százalék, hogy legalább közvetlenül az edzőváltás után jól sül el, és az már ad annyi pluszt, ami utána már elbír, amit elbír a csapat, vagy egyáltalán nem sikerül, és olyan értelemben nem a szakembert kritizálva, hogy nem lett több, nem lett jobb a csapat, nem lett külön, nem lett más. Tehát én ugyanazt a kézilabdát a csapatot látom, hozzáteszem persze a sérülések nyilván azért nagyon sokat számítanak, amit előtte, Deli Rita kapcsán mindig Kajzival poénkodtam itt éveken keresztül, mikor mit tudom, volt egy negatív széria, hogy a világ legtutibb állása van, és ő az, aki sose fognak leváltani, aztán mégis megtörtént, de nem érzi az ember, hogy akár egy ilyen stabil, éveken át dolgozó vezetőedző leváltása olyan reakciót váltott volna ki a csapatból, vagy a játékosokból, hogy akkor most észbe kapnak, hogy hoppá. Hát lehet, hogyha nem lett volna az a bizonyos intervallum, amíg nem tudnak meccselni, akkor másképp alakul. Hát lehet, mert ugye... Csak minden, igen. Tehát, hogy a tényleg, ha jön a következő meccs a Boglán ellen... Hát három napon meccselni kell, igen. Akkor ott nem lett volna mese. Persze. És a másik, az előző gondolat befejezése, ami ugye Kingsburgzól is volt itt ebben a műsorban, akinél jobban azért kevesen ismerik ugye a Fehérvári, mint a magyar kézilabdát, hogy a Fehérvári klub identitása jelenleg az, hogy találjunk fiatal tehetségeket, építsük fel őket, valószínűleg nem itt fognak befutni nagy karriert majd utána, mert egy idő után már nem tudjuk megfizetni, de hogy legyenek ilyen tehetségeik, és hogyha egy klubnak ez az identitása, akkor abban nincs benne az, hogy de közben nem tudom milyen jó eredményt kell elérni, hanem van ez a mondom általam említett kényelem, hogy van egy-két tehetségünk, van kire hivatkozzunk, tulajdonképpen nem versenyezhetünk a nagyokkal, és ez mindig az, csak most van egy lélektanilag szar helyzet, amikor viszont baromira össze kéne szedni mentális, meg lelki tartalékokat, és amik nem tudom, hogy megvannak-e. Én ezért mondom, hogy pokolian kemény lesz az utolsó forduló, na, ha úgy alakul. Pláne úgy, mert én úgy vettem észre, hogy ti nem olvastátok a hírt, hogy tegnap Győr mellett milyen súlyos baleset történt. De. És az ugye a Szombathelyi klubnak az elnöke, illetve a lánya, aki az NB1-es csapatnak az egyik játékosa, nagyon súlyos sérülést szenvedett. Tehát, hogy nem tudom, Szombathelyen van-e a Városi Televízióban hasonló műsor, és pont most esetleg ott ül-e így, de ott is megvan a téma, abban biztos vagyok ezzel a meccsel kapcsolatban. És ugye azért azt pontosan tudjuk, hogy egy ilyen szituáció, egy ilyen történet, ez mekkora plusz tud adni egy csapatnak, hogy akkor... Hát vagy el is tud vetni, mert azért ez, arra mi, ez egy kétélű dolog, így van. Tenni. Ezzel együtt én azt gondolom egyébként, hogy nem érzem, ugye ez csak nekem, nyilván ezt én csak tippelem, megérzésre mondom, de én úgy érzem, hogy igazán komoly tétje annak a meccsnek már nem lesz. Hát legyen úgy. Ezt én is így gondolom, és azt azért tudjuk, hogy matematikai úgy néz ki, hogy a Szombathelynek minden meccsét nyerni kell ahhoz, hogy velünk egy kiki meccset játszasson. Hát a mérleg nyelve az Érd lesz, hiszen az Érdem mind a két csapat játszik még, úgyhogy majd ott lesz ki mit tud elérni Érdem című történet lesz, mert az Alba ott játszik most szombaton, utána megy majd, ugye a Békés Csabát fogadja most a Szombathely, ami elméletileg, hát még most sem mondom azt, hogy tuti hazai egyébként, de nyilván, hogyha azt behúzzák, és mi, akkor a mi eredményünk dönt itt Érden. Utána megy majd a Szombathely Érdre, tehát itt egymás után az Érd játszik az Albával otthon, majd ugyancsak otthon a Szombathellyel, úgyhogy itt az Érd lesz majd szerintem a mérleg nyelve, és én megmondom őszintén kétlem, hogy ilyen szempontból tétje lenne az utolsó fordulónak. Mondom, úgy legyen, de akkor elmondhatjuk, és akkor át is kötök következő témánkra, hogy akkor az az Érd, kis túlzással, ami az NB2-ben volt a Nyíregyháza. Mondhatjuk. A Vasas esetében, ugye... Nem ment az ördögöt a falra. Ja, jó, igaz. Hát ugye megvan a két kiesőnk, megvan a két feljutónk, egy futball hagyományokkal, szurkolói hagyományokkal büszkélkedhető az elmúlt időszakban, a futball hagyományokkal olyan sok tekintetben nem büszkélkedhető, ugye Diós Györgytől, valamint egy nagyon szimpatikus kis csapattól, Budafoktól búcsúzunk, és jön tényleg a 2000-es évek egyik nagy ágyúja vissza a Debrecen, meg a Gyirmót, és a Vasas nem. És ugye ti azért láttok NB2-es meccseket is sokat, szintén. Sokat. Milyen lesz ez a jövő évi Gyirmón? Nem lesz rossz szerint. Hát nyilván attól függ, hogy... Az, hogy nem áll nagy nevekből, a Vasasnál látszott az, hogy nem jelent semmit. De a Vasasnál mi nem működött?
Sok minden. Zoli. Szerintem ott. Hát nem a kassa, az biztos. Az biztos. Nem a kassa nem lehet róla. Illetve egyébként pont az miatt nem működött semmi, szerintem. Tehát rámentek a névre, rámentek a nevekre, rámentek az összegekre, a tudatosság semmi nem volt. Tehát ilyen szempontból szerintem egy gyír most 100-szor jobban össze van rakva. Mint a Vasas. A gyírmódban is vannak NB1-ből, nem tudom már, nem kiöregedett, de mondjuk ott már nem annyira jónak számítod, de NB2-ben még bőven jó futballisták. Nem tudom, Csányi Sándor tartott nemrégiben ilyen évértékelést, ha jól tudom, fogalmazott meg ugye kritikus gondolatokat is az MLS elnöke, de azt hiszem... A Cristiano Ronaldóval szemben is. De azt hiszem, az nem szerepelt benne, hogy amikor hoznak egy olyan döntést, hogy az NB2-ben nem szerepelhetnek légiósok. Mondván, hogy akkor legalább ott játszanak azok a tehetséges fiatalok, akik a magyar futball majdani nagy durranásának az állogát jelentik, és akkor fogja magát a Vasas, és telerakja a keretét olyan játékosokkal, akik levettek 1-2-3-8 NB1-es meszt már magukról életükben, meg játszottak külföldön is, meg ordít róluk, hogy motiváció zéro, viszont baromi jól lehet most keresni az NB2-ben. Én kárörvendő vagyok, és majd beszélünk arról is, hogy én egyáltalán nem örülök, hogy a gyírmót NB1-es lesz, nem velük van bajom. De hogy ez a Vasas így nem jutott fel, az nekem azt mondom, hogy mit a hája kenegetnek. Tehát tényleg, hogyha egy NB2-es csapat, a nyugdíjas, pénzkereső, magukat nagyon nagyra tartó, volt NB1-es sztárokkal nem tud feljutni, ne is jusson fel. Egyébként ti biztos úgy vettek vele, hogy a Csákvárt szívesebben nézitek, mint a Vasast, és nem az csak biztos. Azért, mert közelebb van. Hanem mert ott legalább tényleg azok a gyerekek játszanak, már biztos nem csak, tehát azért tudjuk, hogy mindenhol van kivétel, de nekem nem fog hiányozni a Vasas, tehát nem a Vasas miatt lenne marha jó ez az NB1 következő szezonban. A gyirmótra visszatérve, én azt hiszem, hogy a nagyon nagy lökést a sértőjének az ott léte adta ennek a csapatnak, mert bárki bármit mond az Aurélra, szerintem egyik legjobb magyar edző. Ő mondta, hogy a Barcelonának is tart az edzést, ugye? Igen. Tehát, hogy nem lenne. De én is mondtam. Igen, nekem, az, hogy valakinek van önbizalma, az nekem semmi problémám nincs. Tényleg jó edző egyébként. Egyébként a Gabriel abszolút, tehát ő nagyon tudja... Olyan emberleg olyan, mint a Poklóc különben, de szakmailag nem lehet... Hát most le is nyilatkozta, és ma olvastam, mondvá, hogy ugye itt az előbb mondatot csatlakozni, hogy azért az NBA egy más kávéház, tehát ő tisztában van vele, hogy ez az gyírmót, amelyik most megnyerte az NB2-t, az nem lesz elég az NB1-ben. Ez látszott majd a Budafokon is. Viszont szerintem ez a gyirmot jelenlegi állapotában is erősebb csapat, mint a Budafok, az... miután megerősítették. Igen. Szerintem. Tehát a jelenlegi keretével is erősebb, az NB2-es keretével, mint amilyen volt ebben a szezonban a Budafok az első osztályban. Gyírmód, gyerekek, de tényleg, Tomi van éveken keresztül poénkodtuk, hogy a mezőkövest pápa. Futballcsibor azt mondja, a mezőkövest pápa, de komolyan, az tényleg, az egy Barcelona Atletico ahhoz képest, hogy Gyírmód Kisvárda meccset fognak rendezni. Arra emlékszem vissza, amikor a Gyírmód az NB2-vel, illetve NB1-vel próbálkozott, amikor még a Puskás Akadémia FC-t Felcsút SL-nek hívták, és egyszer a Sánta András nevelő kapust azt hiszem nem lehetett volna nevezni, és ez meccs után derült ki. És az elnökük, illetve a tulajdonos, a horvát testvérek olyan balhét csináltak, hogy igenis ezt a játékost lehetett nevezni, és kiálltak azért a csapat, és a mai napig is ott vannak, és szponzorálják a csapatot, és ez most már nem 2 éve történt, hanem lassan 20. Hát és most már Győr és a külváros a különböző osztályban fog szerepelni. Így van. Aminek ugye így van a rendje, csak ez az a probléma. Tehát én azt gondolom, hogy és tényleg nem futball sznobizmusból. A futball világszerte óriási üzlet, és azért, ha normális piaci viszonyok lennének, és Magyarországon is az számítana, tehát most képzeljétek el, hogy valakit mondjuk 10 évvel ezelőtt hibernálnak, mint egy filmben, és fölébred nagy futballrajongóként, és az első hír, amit közölnek vele, hogy képzeld el, a Nyíregyháza, a Pécs, a Győr, a Vasas, hogy egy Kaposvár. Mezőnyben, Kaposvár, Szombathely, Békés Csaba. Azt mondaná, hogy igen, na végre van egy jó erős bajnokságunk, és a másik mezőny, hát ott egy Írmót, Kisvárda, a Pavos, Felcsút, Mezőköve, jó, hát azok is biztos jók, és akkor közölnék vele, de az utóbbi az első osztály. És a 100 000-es nagyságrendű, új stadionokat kapó, óriási történelmi tradíciókkal bíró városok, ahol gyerekek ezreinek kéne focizni, ahol utánpótlás központoknak kéne lenni, hát azok most játszanak az NB2-ben, de a Kisvárda majd 3-szor játszik a Gyírmóttal nagyon jó meccseket az NB1-ben. Tévés meccseket. Én ezt képtelen vagyok normálisnak elfogadni, sajnálom, és esküszöm, nem politikai szándék van benne, amikor ezt mondom, ennek nem így kellene lennie. Tehát Győr
MB2, Gyirmód, ami olyan, mint hogyha itt Maroshelynek lenne csapata, az meg MB1. Az Ikonusz az MB1-ben. Van csapata. Az Ikonusz, csak a helyén van. Csak a megyeinkben van. Hozzáteszem, lehet, hogy a Molné itt is fordítva lenne, nem tudom. De hogy... Van rá esély arra is, igen. De egyébként sajnálom, hogy a 2019-2020-as idény, amikor ment, ugye, ami félbeszakadt koronavírus, akkor még nem volt ez a műsor, mert akkor 12 forduló után élen át az Akvitál FC Csákvár, hogy bejöttem volna az Olival beszélgetni. De őt szeretjük. Meg a Csákvár, tehát ne, mégse Fehérvár külső, tehát ez a, nem, szóval mindig voltak az MB2-ben is, tényleg aki régi motoros tudja, hogy azért voltak olyan csapatok, amiket lehetett szeretni, még MB2-es szinten sem voltak nagy hagyományaik, de most gyakorlatilag tele van az MB2 az NBA legnagyobb múltú csapataival, kis túlzással. Hát még az Újpest aggódott a szezon közben, szerintem, hogy ők is mennek a Vasas mellé újabb rangadókat játszani. Gyerekkoromban olyan csapatok voltak az NBA B vagy NBA 2-ben, mint az Ózt, Gonzmávak, Szállítók. Gyerekek, Hódgép, Metripon. Metripon volt a kedvencem gyerekként, már nézegettem, hogy nem is tudom, valamelyik sportoság, és mi Metripon. És azon nézegettem, mi lehet az a Metripon? Tehát, hogy a maga jelentése, a Metripon volt, és a Hódmezővásárhely. Igen, így van. A fiatalabb nézőinek mondom, hogy akkor még nem volt internet, hogy be lehetett volna, ki lehetett volna googlizni. Utána rögtön megcsináltad Gonfosziban. Persze. Na, és tudjátok, hogy mi a közös a spanyol bajnokságban, meg az NB2-ben? Egy javasos. Hát már nem a gyermek. Hát, hogy ugyanolyan kiélezett. Ja, hogy kiélezett. Végjáték, mint ami volt. Igen, utolsó. Hát most már elkezdett simának tűnni most már azért. Egy versenyző kiszállt. Maradt kettő. Negyedik helyi szépen csillog üzdül. De egyébként a francia bajnokságot is mondhatnak volna. Hát jó, igen, Franciaországban ugyanez. Ott a Lille vezet egy ponttal a Paris Saint-Germain előtt. Óriási szurkolás van a Lille-nek. De ott a bajnok már megvan. Ott a bajnok megvan, de a harmadik hely például az... Az is, igen. Talán ma este lesz éppen. Tessék? Talán ma este lesz éppen Leicester Chelsea. Igen. Azt hiszem, igen. De hogy most de csak a bajnoksággal készül, de a Lille-nek én nagyon-nagyon szurkolok egyébként. Nem azért, mert bajom a Paris Saint-Germain-nek, csak én mindig a kicsiknek szurkolok, és ebbe a párharcba azért ahogy akkor az a Lille kicsi. Atletico Madridnak is, pontos, nem? Egyébként így van. Az Atletico Madrid európai óriás csapat szerintem. Nyilván. Tehát azért két BL döntővel az elmúlt, nem tudom, 10 évből vagy 5-ből. Én nagyon kíváncsi leszek, mert valóban egyébként egyetlen olyan kontextus van, amiben az Atletico kisebbnek számít, ha a Real Madridhoz és a Barcelonához viszonyítjuk. Én csak azért csak a rendkedvéd, aki nem tud, tehát az Atletico Madridnak 83 pontja van, a Realnak ugye 81. Egy. Köztük dől el a bajnoki cím, a Barszának 76 és a Sevillának 74, tehát még az is előfordulhat, hogy a hétvégén a hazai Pernes Celtától kettére kikapó Barcelona szégyenszemre negyedik helyen végez, és majd... Molfehérvár meg harmadik lett a magyar NB1-ben. Más kávéház. Vannak azért, ilyenek azért. De nem nyert kupát. De az Atletico-nak a történetében, de ezt a Kajzi te biztos jobban tudod, hogy nem is olyan nagyon régen, azért volt olyan, amikor gyakorlatilag az utolsó pillanatban, utolsó fordulóban kihagyott 11-essel buktak címet. Vagy pedig Gutmann Béla nem is volt ott edző. Igen, tehát hogy megvan az a mint hogyha tényleg a sorsszerűség lenne, én mondjuk a Deportivo-ra emlékszem, még talán 90-es években, akik akkor óriási szám volt, hogy a La Coruña bejött, és ők ugyanúgy utolsó fordulóba bukták el, ott is kihagytak egy 11-es talán az utolsó percben. Biztos miattad, mert nem volt nagy hagyománya, hogy bajnoki címért küzdjenek, és akkor is és nagyon kíváncsi leszek erre az utolsó fordulóra, mert ugye az Atletico azzal a Villarreal-al játszik, amelyik bent van az Európa Liga döntőjében, tehát azért könnyed ellenfélnek nem mondható. Most azt nem tudom fejbe, hogy a Real Madrid kivel, de a Real Madrid az szerintem, nyilván... Tehát teljesen minden Real Madrid tuti hozza az befogja, utolsó kört. Befogja húzni az utolsót. Hát óriási dráma lenne, hogyha itt buknál az Atletico, gyakorlatilag hónapok óta vezetik a bajnokságot, volt komoly előnyük is, és még mindig a kezükben van a sorsuk. Hát most is meleg volt a pite a legutóbbi meccsen. Tehát 0-1-ről az utolsó 10 percben fordítottak. Igen. De hát én szerintem egyébként bármilyen furcsa is, hogyha mondjuk csak az edzők felkészültségén múlna, meg tudásán, akkor Simeone már régóta a Karib-tengeren szivarozhatna, mert az az Atletico ez annyival verné a Real Madridot. Mondom úgy, hogy Zidánnak van ugye 3 BL címe, meg hát tudjuk, hogy nagyon furtatott edző, de szerintem a fasorban nincs Simeonehoz képest. Hát nem ugyanaz a keret erőssége papíron egyébként. Tehát aztán nyilván a pályán ez meg mást is mutathat. Úgyhogy jó, és akkor úgy tűnik, hogy így az adás végén mi meg tudunk emlékezni egy edzőlegendáról, aki meg éppen néhány órával ezelőtt jelentette be, hogy akkor lemond a Crystal Palace
kis padjáról, Roy Hudsonról van szó, aki ráadásul nem csak azt jelentette be, hogy a Crystal Palace elleni, vagy a Crystal Palace utolsó két meccse, az utolsó két meccse a Palace élén, hanem ő bejelentette, hogy akkor 45 év edzősködés után, akkor itt ezt a Premier League-es dolgot így maga mögött hagyja. Tehát tényleg elképesztő, belegondolok abba, hogy amikor elkezdtem futballt nézni, akkor a Roy Hudson már egy kvázi befutott edző volt. És hát az első külföldi edző a Premier League-ben úgy tudom, hogy jól emlékszem. Mint na hát ezzel most azt meg... hiszem egyébként ő volt az első nem angol edző a Premier League-ben ráadásul. Minden esetre Roy Hudson most elköszön, és hát 45 év azért az nem kevés, és tényleg az ilyen hát utolsó mohikánok egyike. Ez oltári búcsúzik. Hát az jut róla eszembe, hogy Mezei doktor milyen sokszor hivatkozott rá, hogy a különböző UEFA továbbképzéseken, edzői konferenciákon egymást hallgatták, és hogy ő tulajdonképpen egyfajta szakmai referencia volt az ő pályafutásában is. És hát ugye Gyuri bácsi már évek óta visszavonult, jól lehet, talán nem is olyan sokkal idősebb Roy Hudsonnál. Úgyhogy valóban ez egy egészen, hát nem azt mondom, hogy utolsó mohikán, mert nyilván vannak még azért idősebb edzők, de azt azért illik megsüvegelni. Az más kérdés, hogy az angolok elég szarkasztikusak, meg hát a humoruk is jó, tehát a Hudson azért eléggé sokszor céltábla volt ő egyrészt a kinézetével is, másrészt azzal is, hogy akkor ő még valóban egy régi iskola képviselője, de szerintem az az igazán nagy dolog ebben, hogyha, és ezt is sokszor érintettük már, ha csak azt megnézed, hogy a Premier League éra óta, vagy az elmúlt 10 évben mit változott a futball, egy edző, aki mondjuk már a 80-as években az igazi labda alárugós, rugda és fus fociban... Főleg angol fociban, amikor az volt, hogy vidd le a szélre, add be, azt jön valami nagy darab hülye. És most 2020-ban egy Premier League csapatnak még az edzője 13. a Palace, tehát... Hogy és ráadásul nem is játszanak szerintem csúnya játékot, tehát pont olyan kerete van Zaha vezetésével, aki tele van improvizatív játékossal, akiket hagy is játszani, tehát nem feltétlenül köti meg a lábukat, hogy na most kisfiam szaladgálja vonal mellett fölle. Az más kérdés, hogy azért megnézem ezt a szakmai is, valójában ki ott a, nem tudom, a szakmai ész, mert egyébként angol futballban kicsit mások a leosztások, a menedzser, meg a vezetőedző szerepe, de ugye szoktak azon poénkodni, hogy nagyanyáink már, meg már anyáink is már az interneten se tudják kezelni, hát Hudsonnak azért, hogyha egy angol csapat kispadján akar ülni, akkor azért tudnia kellett klikkelni néhányat, mert nem biztos, hogy a mágnes táblával variált. Ma már nem úgy megy, mint régen. De egyébként azt abba belegondolni, hogy Hudson 45 év, és ugye Mourinhóra azt mondjuk, vagy azt mondják, hogy lejárt lemez. Hát belőle 15 ugye, is elég volt. És hogy 15, de hogy mondjuk egy Jürgen Klopp, egy Thomas Tuchel, egy Pep Guardiola, egy Ole Gunnar Solskjaer mondjuk elmondhatja... Csertő Jaurél, mikor lesz majd 45 év? Elmond, de akár Csertő Jaurél, vagy Pinyő. Például. Ilyen elegáns 80-as lesz Pinyő majd. De nem, de hogy születik majd de tényleg 20, 25, 30, 35 év múlva ilyen cikk, hogy akkor itt a mi Jürgen Klopp 40 év edzősködés után Thomas Tuchel... Igen, vagy tényleg Thomas Tuchel elköszönt, vagy Csertő Jaulér 50. szezonját kezdi az NB1-ben, és ez az utolsó neki. Klopra elképzelhetetlennek tartom, mert addig agyérgörcsöt kap. Tehát azért vannak edzők, akik nagyobb amplitúdóval élik meg a történéseket a vonal mellett. Garami Józsi bácsi volt ugye. És egyébként ez Hudsonra jellemző, hogy tehát azért ez az elegáns távozás, nem? Tehát nem úgy hagyod abba, hogy nem hívnak, hanem te azt mondod, hogy akkor most. Azt mondta, hogy most jött el az idő. Lehet, hogy a Palace nem is hosszabbított van, hogy lejárt a szerződése, nem tudom, hogy van, mi van a köztes dolog, de akkor is megfelelő eleganciával ő mondta ki, hogy itt a vége. Akkor. Mi meg akkor megfelelő eleganciával azt mondjuk, hogy itt a vége a mai kezdőkörnek, mert hogy lejárt a műsoridőnk. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és tényleg bízom abban, amit itt Zoli mondott, hogy nem lesz tétje annak a bizonyos Szombathely Albafehérvár KC mérkőzésnek majd a bajnokság utolsó fordulójában. Úgyhogy köszönöm szépen Németh Zoltánnak, Kádor Andrásnak és Somos Zoltánnak, hogy ahogy Fábri Sándor szokta mondani, emeltétek az est fényét. Azt hiszem, hogy kezdeket a paplan fölé. Jöjjenek a csajok. Hát nem tudom, mi jön most hirtelen utánunk, de ha a lányok jönnek, akkor jöjjenek a csajok. Önöknek köszönjük szépen a figyelmet. Ezzel a műsorral legközelebb még egy hét múlva találkozhatnak itt a Fehérvár Televízióban. Viszontlátásra! Press start.